Varga Tamás vagyok az itfresh.hu-ról, és most a Redmi Note 4G-nek a recovery menüjébe fogunk belépni, hogyha esetleg a szoftver nem indul el, vagy valami valósult el, akkor tudunk csinálni egy gyári helyreállítást, ugye recovery-ből. Nagyon egyszerű dolgunk van, itt a funkció gomboknál van egy hangerő le, hangerő fel gombunk, és van egy bekapcsoló gombunk. A bekapcsoló gombot és a hangerő felfelé gombot kell folyamatosan nyomva tartani. De mindjárt be is nyomjuk. Nyomva tartjuk, hiába jelent meg a logunk, mindig nyomva tartjuk, és akkor be is jön a recovery. Ugye most egy 2.01-es recovery van rajta. Itt a hangerő gombokkal tudunk felle navigálni, és a power, a bekapcsoló gombbal tudjuk jóvá hagyni a műveletet. Most ugye rámegyek az angol nyelvre. És akkor bejön nekem egy ilyen, hogy újraindítom. Wipe, ugye rezetelem a telefont, vagy esetleg egy update-et akarok installálni a rendszerre, vagy ki akarom kapcsolni. Hangerő lefel gombokkal tudok navigálni, én azt mondom, hogy én most rezetelem a telefonkészüléket, rányomok a power-re. Van wipe cache, ugye adatok wipe-olása, törlése, minden adat törlése, vagy vissza az előző menübe. Én azt mondom, hogy mindent törlök, mindent gyári állapotba állítok. Itt azért még egyszer rákérdez a recovery, hogy nem tudom visszaállítani, biztos, hogy akarom-e. És én lemegyek a hangerővel, és azt mondom a power-rel, hogy igen. És akkor egy ilyen kis grafikus felületen mutatja nekem a készülék, hogy hol tart ugye a törléssel, ugye a rendszer helyreállításával a gyári állapotra. Nulláról menjen az egész, 98%-on meg szokott állni egy picit, de szépen befejezés, majd mindjárt elkezd újraindulni a telefon. Úgyhogy ennyi lett volna a Xiaomi Redmi Note 4G-nek a recovery belépése, és ott az adatok törlése. Varga Tamás voltam az itfresh.hu-ról ezzel a kis érdekességgel. Sziasztok!